Sziasztok! Szeretném bemutatni nektek az új rovatomat, amiben majd egy külön lejátszási listát fogok csinálni, ami ilyen hát kényes, meg ilyen tabu témák, meg amiről ilyen nehéz érzésekkel tudunk csak beszélni, hogy, hogy ezekről a dolgokról hogyan beszéljünk a gyerekeinknek. Először is nagyon fontos leszegeznem, hogy én nem vagyok egyáltalán a témának a szakértője, tehát kezeljétek kérlek eképpen ezeket a dolgokat. De azt gondolom, hogy van egy nagyon jó érzékem ehhez, és, és és úgy érzem, hogy, 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 sok olyan ötletem van, ami amúgy alapból nem jutna eszébe másnak. Elsősorban ez annak köszönhető, hogy sok ismeretem van, másodszorban pedig azért, mert elképesztően jól emlékszem a saját gyerekkoromra, az érzéseimre, a félelmeimre, a szorongásaimra, és elképzelhetőnek tartom, hogy sok más gyerek él át hasonlót, vagy, vagy elmélkedik hasonlókon, hogyha nem kap megfelelő válaszokat a kérdéseire. Úgyhogy erről szól a következő sorozat. Fogok beszélni a haláról, a, a gonoszságról, a fogyatékosságról, a menstruációról. A, a, arra már van egy részem, igen. Szóval az a tervem, hogy hogy csomó ilyen, ilyen érzékeny témát fogok majd pedzegetni, és hát természetesen elképesztően fontos, hogy mi hogyan viszonyulunk ezekhez a témákhoz. Ez tényleg nagyon durva meghatározó. Um, például arra gondolok, hogy mondjuk egy gyereknek el kell tapasztalni a szemét, mert mondjuk az egyik szeme nem jól működik. Um, ez csak nekünk felnőtteknek tűnhet esetlegesen annyira tragikusnak. Ez nem feltétlenül kell, hogy egy gyerek számára is tragikus legyen. Nyilván jár bizonyos kényelmetlenségekkel, de például a egy bibire septapaszt tenni egy kisgyereknek, hát az óriási öröm és óriási élmény, főleg, hogyha az a septapaszt még tartalmaz is valami klassz kis figurát, amit nagyon szeret, hát ismeritek bizonyára a jelenséget, hogy jaj, véletlenül elesik, semmi nem történt, de azonnal mindenhol a tapaszt kell tenni. Tehát, hogy, hogy, hogy tényleg nagyon fontos az, hogy a, a szülő hogy viszonyul lehez, hogyha ha eleve már azt tükrözi vissza a gyereknek, mondjuk amikor egy ilyen esemény előfordul, hogy le kell ragasztani a szemét, hogy jó, kicsim, hát nagyon sajnálom, ez most nagyon-nagyon rossz, nagyon sajnálom, nagyon szomorú, hogy kell neked. Ez, ez már tökre befolyásolja a gyereket abba az irányba, hogy hogyan is kell ehhez a dologhoz viszonyulni. Még ha azt mondjuk neki, hogy de az most meg fog, meg fog gyógyulni a szemét, sokkal élesebben fogsz látni. Most nyilván ez nem fogja, nem fogja azt eredményezni, hogy a gyerek automatikusan együttműködő lesz ebben a dologban, vagy imádni fogja. De egészen biztosan meghatározó szerepe annak, ahogyan mi hozzáállunk ehhez a dologhoz, abban, hogy a gyerek majd hogyan fogja viselni az ezzel járó nehézségeket. És ugyanerre gondolok, hogy ha például a menstruációt úgy elítjük be, hogy Jézus a menstruáció borzasztó, és jaj, szegénynek most el kell mondanom, hogy micsoda pokol vár rá ebben az életben, akkor azért az egészen másképpen fog lecsapódni, és nyilván csomó negatív érzéssel lesz föltöltve a magyarázatunk, miközben a menstruáció egy csodálatos dolog, hiszen azt jelenti, hogy jól működik a testünk, hogy, 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 hogy létrehozhatunk egy, egy életet, és a menstruáció az ötödik életjel. És hogyha az ember úgy beszél a menstruációról, mondjuk, mint a, a a, a, az egyik részéről, az velejáró részéről, és nővé válni bizony. Csodálatos dolog mondjuk, tehát most is nyilván csak meggyőződésből lehet mondani, tehát ha valaki úgy gondolja, hogy rettenetes menstruálni, és rettenetes nőnek lenni, az, hát az, az nagyon, nagyon, komoly kihívás ezt úgy átadni, hogy ez, hogy ez igazából király, tehát ezt nem gondolom, amire ki akarok lyukadni, hogy magunkban is érdemes ezeket a dolgokat átgondolni, hogy, hogy mi hogyan viszonyulunk egy-egy dologhoz, vagy például, ja igen, a saját történetemet el akartam mesélni a menstruációval kapcsolatosan, én megközelítőleg olyan tíz éves lehettem, de lehet, hogy kilenc, amikor egyáltalán megtudtam, hogy van ilyen, hogy menstruáció, és hogy vérjön az embernek a nemi szervéből, hát ez őrület, és mire én oda eljutottam, tehát én 9 éves koromban, amikor ezt megtudtam, ezt is egy ilyen rokon mondta meg nekem, tehát nem a szüleim, nem az iskolában, tehát abszolút nem, nem kompetens szemétől érkezett, hanem csak úgy, nem tudom, oda És ő egy olyan ember volt, aki amúgy nem nagyon volt megbékélve ezzel a menstruáció dologgal, meg egy idősebb rokon volt, és az ő generációjában még az volt, havi baj, megvan a bajom, havi baj nem tudom, micsoda, ö, igen, és kb. ilyen betegségként kezelték ezt a dolgot. Na mindegy, szóval a lényeg az, hogy én amikor megtudtam a menstruációt, hogy ez létezik, akkor nekem addigra már volt kilenc évem, amit eltöltöttem úgy, hogy a vér az rettenetes, a vér az sebesülés, az sérülés, az fájdalom, a szenvedés, az nem kívánatos, az undorító, az gusztustalan, tehát plusz ugye hát nyilván a nemiszervvel kapcsolatban sem voltak ö, teljesen természetes érzéseim, hiszen akkoriban azért eléggé tabusítva volt ez a, ez a téma a gyerekekben, kb. ki mondták a gyereknek a nemi szervnek a nevét, hanem, hanem ott lent, meg nem tudom, tudjátok, ilyen, ilyen finomkodva, és, és Hát ez egy, ez, ez, ezért nekem egy óriási arcúcsapás volt, amikor megtudtam, hogy úristen, ez a, ez a rettenet, ez a fájdalom, a vér, plusz a nemi szerv közösen, úristen, hát ez a mi őrület, és így kell élni, és én konkrétan kiborultam és sírtam, hogy ez borzalmas. Míg, ha mondjuk egy kisgyerek akár egy-két-három évesen meglátja az anyukáját betétet cserélni, tampont cserélni, mit tudom én, akkor egyszerűen a gyerek számára pontosan olyan természetes lesz az, hogy a felnőtt nők menstruálnak, mint a kakilás. A pisilés, pukizás, Tehát, hogy egyszerűen neki nincsenek előjelek a fejében még ilyenkor, hogy ez negatív vagy pozitív, ez az életnek a része, is kész. Tudomásul fogja tudni venni. Úgyhogy én mindenképpen annak vagyok a, a, a híve, hogy a gyerekkel mindenről lehet beszélni, és természetesen az egy kihívás, hogy megtalálja az ember a megfelelő szavakat, ne okozzon fölösleges szorongást a gyerekben, ne okozom benne nehézségeket, úgyhogy mm, ez egy, tényleg egy nagyon nehéz téma, és, és hát nyilvánvaló, hogy fogunk hibázni, mindenképpen hagyjuk nyitva a kaput, tehát hogyha még van valamilyen kérdése, akkor válaszoljunk neki. Én um, azt hallottam, egy nagyon jó tanácsot kaptam pont tőletek, hogy a gyereknek annyira mélyen kell belemenni a témákban, meddig érdekli. Tehát hogyha, hogyha mondjuk megkérdezni, anya, az embereket a Földbe temetik? Igen és hogyha őt ez a válasz kielégíti, és ez neki elegendő, és már meg tovább játszani, legózni, akkor nem kell forszírozni ebből semmit, hanem lehet mondjuk esetleg azt mondani, hogy ha még van valami kérdésed, vagy eszedből valami ebben a témában, akkor, akkor tudsz uh, nyugodtan kérdezni tőlem. És ez tényleg legyen is így, tehát hogy ne csak mondjuk, hogy lehet tőlem kérdezni, és amikor a gyerek az kérdez, akkor azt mondjuk, hogy takarodj el már! Nézd a tévét! Tudom, hogy senki nem csinál ilyet. Na, úgyhogy, hát ilyesmiről fog szólni ez a, ez a sorozat, remélem, hogy fogtok benne találni fogódzót, ha van ötletetek, annak is nagyon örülök, hogyha kommentben megírjátok őket, hogy nálatok mi hogyan alakult, boldog vagyok mindentől, ami segít abban, hogy, hogy, hogy egymástól tudjunk valamit tanulni. Szóval, kösz, hogy itt voltatok, sziasztok!